Ezek azok a kajakok, amelyek még sajnos nem láttak vizet. A tervek szerint ezekben fognak edzeni azok a gyerekek, akik kedvet kaptak ehhez a sporthoz. A vízi eszközöket még a tavalyi esztendőben pályázat segítségével vásárolta meg az Egyesület, és nemrégiben egy újabb sikeres pályázat birtokosa lett. 17,5 millió forintot nyertünk különböző eszközökre és rendezvényekre. Ha elmúlik a rendkívüli helyzet, akkor augusztusban már egy nagyszabású kajakkenu és sárkányhajó házi bajnokságot fogunk tartani itt a Kubikus Parkba. Könnyű zenei koncerttel, diszkóval, különböző olyan látványosságokkal, amelyek Kalocsán még nem voltak. Többek között olimpikonokat fogunk, tehát a kajakkenú sportból olimpiai bajnokok fognak ide látogatni, hogy népszerűsítsék a kajakkenut Kalocsán. Az Egyesület ezt a sportágat versenyszintjén is szeretné meghonosítani Kalocsán, hiszen minden lehetőség adott hozzá a városunkban. Mi a hajót, felszerelést, mindent biztosítunk. Természetesen hozzászokhattak az emberek, hogy nálunk minden ingyenesen vehető igénybe egy olyan versenyt szeretnénk, ahol mindenki kipróbálhatja magát. Mi azt szeretnénk, hogyha egyre többen jönnének hozzánk, töltenék a családjukkal együtt a szabadidejüket a vizen, kultúrát körülmények között, úgy, hogy mozognak, természetesen betartva a kölcsönös egymás mellett élés szabályait. Nagyon figyelünk rá, hogy a horgászokkal jó viszonyt ápoljunk. A mostani pályázati forrásból több eszközt is tudnak vásárolni. Ebben a 17,5 milliós pályázatunkba kettő darab vadonatúj jó beszerzés, és mindenféle eszköz, amely ehhez való, evezők, mentő mellények, dob. Amit el lehet képzelni minden, ez már folyamatban van. Az Egyesület a jövőben is figyeli a pályázati kiírásokat és lehetősége szerint szeretné továbbfejleszteni többek között az eszközparkját is.